van 12 bésed vagy tésed? Van. Hát dokja a 12 ást kérek. Ki fog kérdezni? Előnek milyen érzés volt, amikor megkapott minket, mint osztály? Hát sokkoló. Úgy indult, hogy nem szerettem volna osztályt. Nagyon, nem? Ti már akkor is lusták voltatok. Mindig azt mondták a tanárok, hogy tök jó, tök cukik, tök aranyosak, csak nem tanulnak. Nem, tényleg rossz érzés az, hogy nem én vagyok veletek 12-ben, nem én csinálom veletek végig ezeket a dolgokat, de hát ennek így kellett most lennie. Hát először megijedtem, megmondom őszintén, amikor kiderült, hogy titeket fognak megkapni. Mindenki ijeszgetett, hogy úristen, ez az osztály, de pozitív csalódás volt abszolút. Mi jut eszedbe Prágára? Emlékeimben dús. Viktor futása. Hát a Viktor pedig elsőként szaladt el, hát a legbátrabb természetesen. Menekültem a cseh hatóságok elől, mert nagyon megijedtem, és akkor nem akartam meg börtönbe megrohadni Csehországba. Kirándulgattunk, közösen eltöltöttük az estéket. Hát Prága bulis volt. Jó volt Prága nagyon. Tényleg végre volt egy ilyen, hogy osztály szinten együtt tudtuk tölteni az időt. A legjobb osztály kirándulásunk volt. Széken egy kis szoba közepében, előttem egy asztal, a lámpa fénybe nézek. Kérdésekkel... Ez egy jó kérdés. Nekem nagyon tetszik. Szerintem nagyon jól haladunk, én amúgy tök büszke vagyok az osztályra. Vagy a tánc az a... ezután lesz? Igen. Igen? Az osztálytánc? Hölgyeim és uraim! Tökéletes lesz. Szereted a matek órát? Ez nem kérdeztük inkább valamit? Szereted a matek órát? Helyjel közben. Hát, matek órákról sokat viszek tovább az életbe, ebben biztos vagyok. Meg a kör alakú gulák, vagy körkúp, az hittem, legjobb. Ha nem is konkrétan a tananyagot, de mindenféleképpen valamiféle nyomot hagyott bennem, úgy érzem. Egy olyan dolgot nem szanultam, ami rajta lesz a jogkurtos dobozokon. Rengeteg matek OKT-vésünk van. Néha hiányolom azokat az embereket, akik úgy nincsenek ott. Egy, megérett a megy. Kettő, csipkebokor vesző. Három, majd haza várom. Négy, bizoda nem mégy. Erről lehet? Hozom a kettes szintet, úgyhogy nem fogok megbukni, nyugodj meg, anya. A legjobb angol órák 9-ben voltak. A Balázs félmesztelenül kiugrott az ablakon. Hát a legjobb az volt, amikor levetkőztünk alsógatyára, és megkérdezte, hogy mi újság, és akkor mondtuk, hogy hát mi most melegünk van nekünk. Hát ez egy bonyolult témakör. Látjátok, feleim, ez sem megy. Úristen, valaki adjon egy szöveggyűjteményt? Hát az elkövetőt sajnos nem tudjuk még mindig. Óra közben nem figyelhetjük meg, hogy ki dobálja be az üvegeket, de talán a feszültség levezetés egyik módja is lehet, hogy valaki idegből belehaigálja az üvegeket a szelektívbe.
talán a dupla magyar 6. órájában, és talán pont az óra közepén. Fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délit megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvilát, és keresztül szólta a kislány. Magyar vizsgál került, azt vettem észre, hogy az osztály nagyon be van parázva, valamiért mindenki iszonyúan izgul, senki nem bír enni semmit. Ilyen síri hangulat van az ebédőben, amikor várakozunk rá. Húha, néptánc, hát én azt nagyon szerettem. Komolyan mondom, még most is szívesebben táncolnék tesi helyett. A fiúk egy nagyon különleges táncot járhattak, mivel minden órán leültünk és nem csináltunk semmit, ezért a tánctanárunk kitalálta, hogy akkor mi most székes táncot fogunk járni. Ezt az emeleten lévő piros lábú hokedlikkel abszolváltuk. A ritmusérzékünk az messze földön híres. Soha nem tudom, hol járunk. Baby, I like your style, tudu. Hát jó volt, főleg a néptánctárnőnek a spárgái, azok maradandó nyomot hagytak bennem. Ilyen unalmas topikokról kell beszélnem. Miről? Azt hittem, beszél, sokkal érdekesebb. Beszélj, amiről szeretnél, akkor beszélj. Miről szeretnél? Hát ezt kizárdom, mert nem tudom, hát. Szóval a fizika órákon a pad alatt helyezkedtem el. De valóban, még anno, amikor kezdődtek. Aztán, amikor doga volt, akkor feljöttem, és szegény bőgözi tanárul mindig nézett, hogy plusz egy ember van. De év végére már megszoktam. Lodi, mesélj nekem a relativitás elméletről. Miről? Német órák, az mi? Hány 8 éve járunk ide? 8 éve igazából csak lengek ott a németeken, tehát úgy vagyok. Ja, ő nagyon cuki volt. Nagyon aranyosan tanította a fizikát, csak szegény kicsit aztán összeesett. Szálltam az először. Mindenre emlékszem a kémia órákról, csak a kémiára nem. Hát azt tudom, hogy én jól el voltam. Van egy-két képem is kémia óráról. És Barbival elvonultunk az énekterembe, és ilyen, volt ilyen konfetti kilövő ilyen rudacska, és azzal kardoztunk, miután kilőttük a konfettit belőle. Mert amikor nagyon-nagyon rossz napom van, akkor mindig arra gondolok, hogy lehetne még rosszabb, mondjuk ha be kéne ülnöm még egy olyan kémia órára. Láttak nem engem, de másokat. Jani eljátszotta, hogy tud ajtót szerelni, és inkább neki ment, és kitörte az ablakot. A képen is látszik. Hát, annyi közön van hozzá, mint 10. végén mentünk Erdélybe. Feleslegesen hosszú utak a bezárt templomért, vagy a felállványozott szoborért, talán ez a két legmeghatározóbb élmény. Hát tök jó volt, kijelhettem. Hát nem barista vágyaimat, mert Károlyt ezt pont nem csináltam. Villoghattam, vagy matematikai tudásommal. Kiszámolhattam, hogy mennyit kell visszaadni, meg ilyenek. Tök jó buli volt. Egyszer rajta kaptak, hogy fogatmoztam a szájfőnök órán. Thank you.
B-O-S-S, hashtag swag. Ezt üzenem az összes vesztesnek. Minden nap ellök, de nem unom, míg van nálam dollár meg euró. Ha, Mr. P.I.M.P. Ha megmutatom neked azt, hogy ki a Jampi. Élére vasott a nadrág, a fogköve Meti Swarovski borottál. A nyaklánc a fejemet húzza le. Ha rejted meg, mi ez a gúnya te? Felkapom a pulcsit, a gucsit, a bull és pucsit. Ha bejön ez a búsör. Apu, vedd meg nekem a város. Automata váltós. Kocsi, ha szállném a dombot. Enyém lenne, aki látom. Tudná, aki látom. Hogy jó sok pénzünk van. B-O-S-S, hashtag YOLO. A kocsival a fába belerongyoló. Pedig a spoiler a legfajnabb lett. Ha, ironia mi az, egy tablet? Bármi is az kettő, jöhet meg a DiCaprio-nak egy mentő övet. Kicsapom az ingol a mezőrömet. Aranyás sok a szép kis sázba. Csak pózolok, hogy legyen like. Hogy lásd, mit csinálnak a legendák. Apu, vedd meg nekem a város. J'ai sa doigt. Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es.